láthatóan mozgott délelőtt az előfutamban, ezt várjuk tőle most is. Ákos megközelítette élete legjobbját már az előfutamban, úgy, hogy szemmel láthatóan sok maradt még benne. Dalaön és Titenis a nagy kérdés, hiszen Dalaön az elmúlt évben sehol sem volt, de aztán idén, amikor visszatérnek a normál textilből készült és nem egész testet fedő dresszekhez, most megint régi önmagát idézte, remek idővel győzött 100 mellen, és ugye 200-on is nagyon jó. Ákos elsőként fordul 29-89-el, szinte századra azonos, mint ami volt délelőtt az előfutamban. Titenis volt egyébként a leggyorsabb kezdő, pedig nem kezdő egyáltalán. Ő 100 méternél jobb részidővel fordult, mint Gyurta Dani, de aztán a végére egy kicsit elfáradt, vagy egy kicsit visszavett a tempóból, ezt nem lehet nála tudni. Minden esetre ő is jól mozgott az előfutamban. Most is szép hosszú tempókkal, itt alulról a harmadik pályán Titenis és fölülről a harmadikon Molnár. Volt versenyben az első helyen 1.03.44, ez picit lassabb, mint volt délelőtt. Nagyon észnél kell lenni, mert a középső pályán úszóknak biztos, hogy maradt még a hajrára. Kárnolnak nagyon jó volt a második 100 métere. Majdnem olyan jó, mint Gyurta Daninak. És Dalaön is egész biztos, hogy jól fog menni majd az utolsó 50-en. Titenis szép lassan most már utolérik a többiek, alatta egyel Kucskó, fölötte pedig Dalaön és Kárnol. Molnár Ákos még mindig az első, 37-66 a részidő, nagyjából hasonló, mint volt délelőtt. Most viszont hajrázni kell, mert nagyon sűrű a mezőny, és ugye a két futamot tekintve csak a legjobb 8 időeredmény tulajdonosa lehet majd ott a döntőben. Kárnol megint nagyon nagyot hajrázik és átveszi a vezetést, Molnár Ákos viszont talán a második helyen. Maga mögött tudja Dalaönt és Titeniszt is. Molnár Ákos a második pozícióban, nagy csatában Dalaönnel. Kárnol nyeri a futamot. Az időeredmény, az a kérdés. A második helyen talán Ákos. Végül is harmadik, 2.12.08-al. Sokkal jobb, mint volt délelőtt. Kárnol is tovább javít az egyéni legjobbján. És Ákos pedig szinte biztos, hogy ott lesz a fináléban. Máté Hunor érkezik a negyedik helyre, vagyis ideális esetben akár három magyar is ott lehet majd a fináléban. 2.12.08 megúszta nagyjából idei legjobbját, Molnár Ákos néhány századdal elmaradt tőle, és sokkal jobban teljesít most, mint az előfutamban, az utolsó 50-en. Tehát most látszott, hogy komolyan vette a végét is. És egyelőre a harmadik legjobb idő az övé. Titenis valóban elfáradt.